Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit, sziasztok! Én Bajtai Éva vagyok, a Zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium magyar tanárnője. A mai alkalommal József Attila a témánk, és azon belül közelebbről meg fogjuk nézni az egyik költeményét, ez egy közismert költemény a születésnapomra, és annak a formának, a vers formának a továbbélését kortárs versekben. Jó. Akkor nézzük meg először az előzményeket. József Attila életrajzából tudjuk, hogy 1924 őszén iratkozott be a Szegedi Tudományegyetemre, mégpedig magyar-francia szakra. És azt is tudjuk levelezéséből, hogy anyagi gondjai voltak. Verseiért kapott valamennyi minimális tiszteletdíjat, de hát ugye az ugye nem sok mindenre volt elég. Nagyon sokat éhezett, ez az éhezés motívum, ez ugye visszaköszönő költeményeiből is, és verseit sem fogadták kitörő lelkesedéssel, és ezek mind-mind ugye megviselték a költőt. Majd 1925-ben jelent meg a Tiszta szívvel című verse, ez sok mindenki számára ismert lehet ez a költemény, ez a Nincsen apám, se anyám, se szeretőm, se hazám, sokan ismeritek biztos ezt a költeményt. És amikor megjelent a Szeged című napilapban ez a költemény március 25-én, 1925-ben, akkor 5 napra rá a Szegedi Tudományegyetem professzora, Horger Antal, magához hívatta a költőt, és 2 tanú jelenlétében a következő beszélgetés zajlott le. Ezt felolvasnám, ezt a részletet. Kérem, József úr, mondja Horger, ön egy verset írt a Szeged múlt vasárnapi számába. Többek között azt írta, hogy nincs istene, se hazája, és hogyha kell, eladja magát, és embert öl. Középiskolai tanár ilyen felfogással nem lehet, ilyenre nem lehet oktatni a magyar ifjúságot. Ön elvégezheti a bölcsészeti tanulmányokat, de tanári oklevelet, míg én itt leszek, nem fog kapni. A költő válasza mi volt, de professzor úr, mikor én ezt a verset írtam, már 3 napja nem ettem. Kérem, ezt a kéremet igen élesen dobta közbe, elvágva Attila szavát. A verse megjelent, csak ennyit akartam önnel közölni. Tehát ez volt az a híres verse, ami miatt állítólag ugye kidobták az egyetemről. Na most hivatalos dokumentáció nincs azzal kapcsolatban, vagy valamilyen, tehát hogy valójában is kidobták az egyetemről József Attilát. Annyi biztos, amit tudunk, hogy ott hagyta az egyetemet, elment Bécsbe a tanulmányait folytatni. Valószínűleg, hogy a büszkesége nem engedte azt, hogy ott maradjon ezek után a Szegedi Tudományegyetemen. Miért is meséltem el ezeket az előzményeket? Ugye ez 1925-ben történt, és 12 évre rá, 1937-ben írta meg József Attila a Születésnapomra című versét, ami szintén egy igen közismert költeményről van szó. És valójában ez a vers, ez egy bosszú, mégpedig ugye bosszú a szegedi professzoron, Horger Antalon, hiszen beleírta a nevét ebbe a költeménybe, József Attila, és nagyobb ismertséget szerzett Horger Antalnak ez a költemény, mint nyelvtörténeti munkássága. Nagyon népszerű a mai napig is, talán azért, mert szókimondó és ugye lázadó hangot használ a költő ebben a versében. A keletkezési körülményekről annyit, hogy a versben is írja, hogy ugye egy kávéházban írja ezt a költeményt. Ugye kávéház a sokkal alkalmasabb helyszín a költészetnek a kibontakozására, vagy egy vers megírására, mint mondjuk tudjuk József Attila életrajzából, hogy ugye szűkös körülmények között élt, nehezen megvilágítható, nehezen fűthető szobában lakott, és ugye egy kávéház mégiscsak egy más helyszín, ahol jó a társaság, lehet beszélgetni, lehet politizálni, lehet ingyen újságot olvasni, tehát pont a kultúrára, egy versírásra megfelelő helyszín, körülmény. Akkor nézzük ezt a verset, felolvasnám. Születésnapomra.
32 éves lettem én, meglepetése költemény, csecse, becse. Ajándék, mellyel meglepem-e kávéházi szegleten, magam. 32 évem elszeled, s még havi 200 sose telt, azám, hazám. Lehettem volna oktató, nem így töltőtől koptató, szegény legény. De nem lettem, mert Szegeden eltanácsolt az egyetem fura ura. Intelme gyorsan, nyersen ért, a nincsen apám versemért, a hont kivont. Szabjával óvta ellenem, ide idézi szellemem hevét s nevét. Ön, amíg szóból értek én, nem lesz tanára féltek én, gagyog s ragyog. Ha örül Horger Antal úr, hogy költőnk nem nyelvtan tanul, sekélyeké. Én egész népemet fogom, nem középiskolás fokon, tani. Tehát ezt írta 1937. április 11-én, ezt a ugye közismert verset. És látható a vers, és akkor itt az eredeti, itt a belejavítgatások a költeménybe, amíg ugye végül is a végső változat el nem készült. Itt az utolsó, a halálának az évében vagyunk a költőnek, tehát 1937-ben. Tudjuk, hogy ez az utolsó születésnapja, amikor ezt írja, ezt a verset. Pár hónappal később József Attila ugye meghal. És a születésnap az mindenki életében ugye visszatérő, egy évben egyszer visszatérő, kitüntetett alkalom. És ugye ajándékokat szoktunk kapni. Azért érdekes ez a vers, mert ugye itt önajándékozásról van szó, tehát önmagát, egy kicsit önirónikus, hiszen önmagamat hogy tudom meglepni. Ugye ez a meglepetés, hogy lehet meglepetést szerezni, amikor ugye önmagamat, tehát egy kicsit ilyen irónia van ebben, de ugye 32 éves lett, és ezzel a költeménnyel akarja meglepni magát. Valójában ez egy számvetés, egy összegző számvetés, ez a költemény, mégpedig ugye ez a sorsáról, a sors alakulásnak a lehetőségéről, hogy lehetett volna oktató, nem így töltőtől koptató költő, aki lett, és meg is adja rá a magyarázatot, hogy nem lett. Ugye mi a kudarcnak az oka? Az, hogy elmeséli ezt a történetet, amit ugye én is elmeséltem az előzményekben, hogy mi történt, amikor megírta a Tiszta Szívvel című versét, és ugye emiatt a Szegedi Egyetemnek a professzora ugye hogy reagált, és ugye elzavart az egyetemről. És ugye a költői, a tanári tevékenységnek a megtiltása jelenik meg. Ugye ön, amíg szóból értek én, nem lesz tanára féltek én. És ugye itt van ez a névvel nevezés, amikor ugye bosszút áll a professzoron, beleírja a nevét, Horger Antal úr. És a vége a költeménynek az utolsó verszaka, amikor megjelenik az arszpoétikája, a költői hitvallás, hiszen ugye én egész népemet fogom nem középiskolás fokon tanítani. Tehát ez ugye egy jövőbe vetett jóslat vagy terv, ugye, hogy mindenki tanítója lesz, és ugye magasabb színvonalon fog akár, mint a középiskolai oktatás, hiszen versei örökérvényű, ugye klasszikus értékeket képviselnek, és a nemzetnek a népnek a tanítója lesz, és ugye tudjuk, hogy ez a jóslata be is teljesedett. Van egy érdekes mondat még itt, ez a 32 évem elszelelt, és még havi 200 sose telt, ugye ez a 200 pengő, ami József Attilának is a biztos anyagi megélhetést jelentette volna akkor, abban a korban. Ez egy korabeli sláger szövegre való utalás, és így hangzott ez a sláger szöveg, hogy havi 200 pengő fixel, az ember már könnyen viccel, de ugye sajnos József Attilának ez nem adatott meg, ez a ugye havi 200 pengő. Jó. És akkor. Jó. És ami még érdekes a vers kapcsán, az a versforma. Nagyon érdekes a magyar irodalomban, mert minden versszak 4 sorból áll, az első 2 ugye a hosszabb, a második 2 pedig rövidebb, és akkor ilyen játékos rímpárokat látunk, hogy csecse-becse, itt ugye a szónak a kettévágása, vagy például van önrím, magam, szegény-legény, fura-ura, ahont kivont, hevét s nevét. Tehát az egész sor rímmel, nem csak az utolsó szótagok, és a rímek átvezetnek
egy másik verszakhoz is, tehát ez egyedülálló ugye a magyar irodalomban. Nagyon sok mindenkit megihletett ez a versforma, és próbálták átírni ezt az eredeti Születésnapomra című költeményt. És akkor nézzük meg, hogy kik voltak azok, ugye egy kicsit ugye említés szintjén, akik kortárs versek, tehát ma is élő szerzőknek a tollából. Tóth Krisztina Porhó címmel írta át ezt a Születésnapomra című verset. Akkor Futrinka utca, van egy másik vers, átiratta Orbán Ottónak a Születésnapomra. Kovács András Ferencnek Bírálóimhoz Születésnapomra plágium címmel írta át. Én feladatot is szoktam adni a diákoknak, ahol átírják ezt a Születésnapomra című József Attila költeményt, és hát ez nagyon izgalmas feladat szokott lenni. Nézzük akkor, felolvasnám ezt a Tóth Krisztinának a Futrinka utca című átiratát. Így hangzik. 38 év futófonál, az ember rojtokat talál, hanyag anyag. E földi pöttyös kisruhán, mit hord és igazgat sután, kinek minek. Ha egyszer úgy is visszabont, feslik símából fordított, a kész, ha kész. Már érzi, úgy se lesz soha, ha nem lesz léte otthona, akar, akár. A színpadon a kesztyűbáb játszani valami saját mesét, mi mást. Füstölgő kéményt házikót, Futrinka utcát bármi volt, örök-körök. Után is fölvesz kiskötényt, hisz telefonált az imént Cica-Mica, hogy Tádé megkült és beteg, úgyhogy van dolga rengeteg, legyen, egyen, letessen, befűtve a tökház, vigyázz mazsola, nehogy megfáz, halál, halál, utat is hozzánk, nem vagyunk futófonál, csak filc, magunk helyett, helyet foglal középen, integet, és onnan csókol titeket, böbe, baba. Tehát ez mondjuk egy érdekes vers átirata, mégpedig egy, hát egy mesét vesz alapul, mégpedig Futrinka utcás, még annyira én sem emlékszem rá, tehát videókból néztem én is utólag ezt az esti mese volt valójában ez a Futrinka utca, és ennek alapján írta át Tóth Krisztina az eredeti Születésnapomra című verset. Ugyanúgy megtartotta a formát, tehát ez a kettő hosszú, és akkor a harmadik, negyedik sor pedig a kettő rövid sor, csak itt Tóth Krisztinánál egy verszakkal hosszabb, és ő 38 évről beszél, nem pedig úgy 32 évről, mint József Attila az eredetiben. Tehát a cím az egy bábjáték, ugye Futrinka utca, egy bábjáték sorozatra, egy esti mesére utal. És valójában ebben az esti mesében is ugyanaz történik, mint velünk emberekkel. Tehát ugyanolyan világok vannak, helyzetek vannak, szerepek vannak, játszmák vannak, mint nálunk a való világban. És ugye mi is a saját mesénket, a saját történetünket írjuk. Mi vagyunk a saját történetünknek a szerzői és a szereplői, ugyanúgy, mint a Futrinka utca bábjai, Mazsola, Tádé, Cica-Mica és Böbe Baba. Akkor van egy másik fajta vers átírás Orbán Ottónak a Születésnapomra. Ezt is meg tudjátok találni az interneten, ez is nagyon érdekes. Itt is megtartja ezt a versformát, ezt a négy soros rímelő versformát. Szleng használat jellemzi, az azt jelenti, hogy ugye egy adott társadalmi csoportra vonatkozó kifejezéseket használ, és alpári kifejezéseket emel a versbe. Hát igen, ez nem mindenkinek szokott ez annyira tetszeni, ugye ez a jó ízlést sértő kifejezések. Érdekes nagyon a költemény. A másik pedig Kovács András Ferencnek a Bírálóimhoz Születésnapomra plágium, az egy kicsit ugye hosszabb című, itt is megtartja az eredeti versformát. Ugye Bírálóimhoz itt a kritikusaihoz szól, akik nem értik őt. És akkor a harmadik, ez a plágium, ez pedig ugye a valaminek az eltulajdonítása, jelen esetben ugye a szellemi terméknek az eltulajdonításáról van szó. Ez is egy nagyon érdekes vers átirat. De számtalan másikat is lehet találni. Mondom, ez nagyon népszerű. És a Csík zenekarnak a megzenésítésével az eredeti József Attila verset ajánlom. Ez nagyon népszerű, hogy az alábbi linken meg tudjátok hallgatni és nézni.
és Varró Dániel is, ő is egy ma is közismert élő kortárs költőről van szó, aki szintén átírta ezt az eredeti születésnapomra című verset, és ezt is az alábbi linken meg tudjátok hallgatni és nézni. Én megköszönöm a figyelmet, olvassatok nagyon sok verset. Sziasztok!